Az MTVA után most a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága is foglalkozott a tudósítókkal, és itt, ahol most vagyunk Visegrádon, a Silvánusz Hotelben, a kis televíziónkat, a TV21 Ungvárt heten képviselik, ami egy nagyon nagy szám ahhoz képest, hogy a térség milyen erővel bírt, teszem azt Erdélyhez viszonyítva, vagy pedig a délvidékhez viszonyítva. Külön megtisztelő számunkra az, hogy egy panel foglalkozott a határon túli médiumokkal, tehát a határon túli magyar nyelvű televíziózással és rádiózással. Én számolhattam be a kárpátaljai helyzetről, és a beszélgetésekből kiderült, hogy nem nálunk a legrosszabb a helyzet, annak ellenére ugye, hogy a médiából nem éppen ez jön le. Utalhatunk most a mesterségesen keltett magyar ellenességre, ami nyomon kísérhető a többségi nemzet médiumában, meg különböző felületein. Utalhatok a nyelvtörvényre, amit legutóbb fogadtak el. Utalhatok a nemrég első olvasatban elfogadott középiskolai törvényről, vagy azaz követően az oktatási törvényről. Tehát kiderült, hogy nem nálunk Kárpátalján a legrosszabb a helyzet. A szlovák kollégák még mindig arra panaszkodnak, hogy nincs stúdiójuk, nincs tudósítói központjuk, holott ott is működnek az MTV-nak, például a Magyar Közszolgálati Médiának a tudósítói. Nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint például a szabadkai kollégák, akik rádió, televíziót is működtetnek, interneten is megjelennek. Tavaly volt ott egy találkozó, tényleg nagyon frappáns, és nagyon szép, jó körülmények között dolgoznak. Egy kicsit mi át is vettük azokat a módszereket, meg a mechanizmusokat, struktúrát, amit ők ott kiépítettek, megpróbáljuk követni őket. Ami az ukrajnai helyzetet illeti, ugye természetesen nálunk is a televíziózás, a rádiózás rányomja a bélyegét a nyelvtörvény. Azért a nyelvtörvény, ami nem egy médiumot szabályozó törvény, de van olyan pont, ami erre is kitér. Általában az volt az alapelv, hogy a nyelvtörvénybe beleemelnek különböző más vonatkozó törvényeknek a cikkelyeit. Például a televíziózásról szóló részbe beemelik a televíziózásról és a rádiózásról szóló nyelvtörvény vonatkozó passzusait. Ez nem így történt a nyelvi kvótákkal kapcsolatban. Mert az egyik törvény a televíziózásról és a rádiózásról azt mondja, hogy a nyelvi kvóták 75-25% az államnyelvjavára, a nyelvtörvényben pedig már 80 és 20. Nem akarok beszélni tovább a nyelvtörvényről, mert a nemrég megválasztott új államfő kilátásba helyezte, hogy felülvizsgálják, és akár alkotmánybíróság elé is terjesztik ezt a nyelvtörvényt, úgyhogy addig még ez nem történik meg, nem tudok mit mondani. Ha tényleg így marad, akkor nekünk is változtatni kell, feliratozni kell az adásainkat, elúszik az a lehetőség, hogy élő műsorokat gyártsunk például a televízióban, mert erre is külön előírások vannak a nyelvtörvényben. Alkalmazkodni fogunk, keresünk majd kiutakat, más megoldást, televízió nélkül nem hagyhatjuk a kárpátai magyarságot, és gondolom, ugyanígy gondolkodnak a Pulzus FM-nek a munkatársa is, akik rádió, magyar nyelvű rádió nélkül nem fogják hagyni a kárpátaiakat.